Sziasztok! Ez a veganblog.hu, én Ákos vagyok, és a mai napon vegán sajtot fogunk készíteni, azt a jó, nyúlós, finomat, ami pizzához, mártogatáshoz, szendvicsekhez tökéletes választás. Vigyázzatok, mert gyorsan elkészíthető, és természetesen egyszerűen, kb. Negyed óra az időigénye. Nézzük, milyen alapanyagokat fogunk felhasználni hozzá. Kesüdió, egy éjszakára beáztattuk, finom, puha, félbögrével használunk belőle, 2 szem datóját tegyünk majd mindenképp az ételünkhöz, 1 bögre víz, tápióka keményítő, ez a fehér, a nyúlós állagot fogja adni a nekünk, és 3 evőkanált fogunk, kanállal fogunk felhasználni belőle, a miszópasztából 1,5 teás kanálnyi a mennyiségünk, ez egyébként kb. A sót helyettesíti majd az ételünkbe, illetve ezért szükséges, meg minden egyéb másért is. Jó, sörélesztőpehely 3 evőkanállal, füstölt paprika és kurkuma, mind a kettőből egy negyed teáskanálnyit használjunk. Citromléből 1/2 kávéskanálnyi, majd úgy is érzitek, de ide tettünk egy citromot is, hogy lássátok, hogy ő is az ételünk alapanyaga lesz. Fokhagymapor és hagymapor. A hagymaporból 1/2 teáskanálnyi és 1/4 teáskanálnyit a fokhagymaporból. Ő a fokhagyma, ő a hagymánk. Nem lesz más dolgunk a következőkbe, mint ezt a sok dolgot egy turmixgépbe tesszük, összeturmixoljuk és folytatjuk a nyúlós sajtunk elkészítését. Össze is turmixoltuk az alapanyagokat. Fontos megjegyeznem, hogy nagy teljesítményű turmixgéppel, blenderrel csináltuk. Ha nincs ilyenetek és van türelmetek, akkor érdemes leszűrni, mert egy kisebb teljesítményű vagy kevésbé erre alkalmas eszköznél kicsit darabos lehet, de szerintem vegyétek meg, én is szívtam a fogamat, de higgyétek el, megéri, azóta nagyon sokat használjuk, imádom. Tehát beleöntjük a serpenyőbe, és elkezdjük melegíteni. Amint látjátok, elkezdtük melegíteni a kis vegán sajtunkat, a turmixolás után természetesen, és egyébként egy pár perc után, most már egyébként egy ilyen 3-4 perce kevergetem hősiesen, látjátok, hogy kezd ilyen nyúlóssá válni, szerintem hamarosan tálalhatjuk és fogyaszthatjuk a kis boci kimélő sajtunkat. Jövünk vissza a kóstolással. Elkészült a finom, vendégváró, nyúlós, vegán sajtunk, és alig várom, hogy megkóstolhassam. Mint ahogy látjátok, csodálatos állaga van. Ha késtek a vendégek, ne idegeskedjetek, érdemes egy picit felmelegíteni, és ismét ilyen finom, mártogatós állagúvá válik. Ha tetszett a videónk, tartsatok velünk legközelebb is. Lájkoljatok, iratkozzatok fel. Sajtcsengő, minden, úgyis tudjátok, hadd kóstoljam meg!